Az ország aktuálisan létező legmodernebb természettudományos kutatóközpontja felé tartunk, a frissen átadott MTA TTK épülete felé. A Tudományos Akadémia új központját 20 hónap alatt építették fel Lágymányoson. Az ideköltöző kémikusok, fizikusok, biológusok és pszichológusok a legmodernebb körülmények között dolgozhatnak majd 250 laboratóriumban. De ezek valódi növények, igaz? Ezek igaziak, automata öntözéssel. Tehát az egyik központi laboratórium a kutatóhelyünk. Most pontosan mit kell tudni? Erre a szerves kémia osztály fog itt dolgozni, hozzájuk tartoznak a csúcslaborok. Egy csúcslaborban vagyunk. A vegyi fülkéink azok német gyártmányúval, mert hát ma az egyik legjobb vegyi fülke, amit lehet kapni a világban. Itt is az összes munkafelület minden saváló, itt is saváló burkolatok vannak. Úgyhogy bemutatnám, hogy ez hogy működik. Tehát csukott állapotában 200-szor pörgeti a levegőt óránként, de hogyha kinyitom, ugye akkor az történik, hogy itt valami reakció van, de bele akarok nyúlni, akkor itt egyszer ugye megakad, másrészt begyorsul a elszívás, tehát hogy ne lélegezzek be semmit, amit nem kéne, hogy belélegezzek. Ennek ugye az az értelme van, hogyha valaki ne adj Isten magára önt valamit, akkor nem kell addig savval, tömény savval a sertestem, mert máskár még eljutok az öltözőbe, hanem idejövök, fölhigítom magamon, és utána történik minden, ugyanúgy ez a az arcomba jön valami. Ez hogyan működik? Szemzú? Ez gyakorlatilag úgy működik, hogy szemedbe ment valami, ide teszed, megnyomod, és borsa ki a... És ez csapvízzel működik? Ez csapvíz. Amúgy minden helységbe be van vezetve központilag a központi nitrogénellátás, központi sűrített levegő és központi ioncserült vízellátás, tehát technológiai oldalon, értelemben a vízbanyból csapvíz folyik, de a technológiai oldalon mindenhol ioncserült víz folyik. Hol vagyunk most egészen? Ez a kognitív idegtudomány, pszichológia. Itt ugye humán vizsgálatok folynak, az agyműködést vizsgálják. És hát több ilyen csüketszobának nevezett helyet csináltunk. 6-7 darab is van belőle. Aminek a lényege az az, hogy akusztikailag egy igen-igen följavított, egy gyakorlatilag teljes csönd van a helységben. Másrészt pedig elektromosan is leárnyékolt, mert ugye itt az történik, hogy beütetnek ide egy pácienst, lesz benne egy monitor, kap információkat, be van töltözve a feje, és hát nézik, hogy az agyába itt kint meg egy komputerre mennek rá jelet, és nézik, hogy bizonyos ingerenciák, ami történik az agyban. Tehát itt most a tökéletes csönd. El lesz majd, hogy beszéltek. Úgyhogy megnézzünk egy tapstesztet. Hát. Rockzenekarok még nem jelentkeztek ide. Ez a biológiai kutatólabor része, ez tulajdonképpen egy nagy hűtőszekrény, amit úgy alakítottak ki, hogy 4 fokra hűthető legyen. Ennél persze hűvösebb klímára is képesek az itt látható berendezések. A 4 fok viszont a kutatáshoz, kísérletekhez szükséges, mert hogy a hűtőszekrény csak becenév, ez is labor lesz, ahol tudósok dolgoznak majd, persze télen-nyáron kabátban. Az 5. emeleten a gépészeti szinten vagyunk, ahol... 6. 6. Akkor a 6. szinten a gépészeti egységeknél vagyunk. Hello! Ugye itt most a födém az egy tűzszakasz határ, és hogy ne tudjon tovább terjedni a tűz, ha mondjuk lentéig valami, ezeket úgy hívják, hogy tűzcsappantyú, ezek fémből vannak, minősítettek, és hogyha lentéig valami, akkor itt a csövet, a cső belsejét, ezt egy lap lezárja. Aha. Ezt a tűzjelző rendszer vezérli, és akkor nincs az, hogy a lenti tűz az följön ide. Az épület egyéb részein is egyébként féltem, de itt csúcsosodik. Mm.
Az összesen 30 ezer négyzetméteres épület egyelőre közel üresen áll, a beköltözés azonban folyamatos, teljes gőzzel pedig jövőre üzemel majd. A Tudományos Akadémia új bázisával kiegészülve a Lágymányosi Infoparkban Közép-Európa egyik legjelentősebb tudáscentruma jött létre.